Ez év márciusától változások lesznek a magyar szociális ellátó rendszerben, így szükséges a helyi szociális rendelet megújítása is. Ennek lehetőségeit tárgyalták tegnap a Szociálpolitikai Tanács társadalmi egyeztető ülésén. 2015-től az úgynevezett szociális törvény teljesen megváltozik, ugye, ahogy az elmúlt évek alatt a szociális szféra egy óriási átalakuláson ment keresztül, hiszen egy csomó normatív jellegű támogatás átkerült a kormány hivatalokhoz, illetőleg természetesen nagyon sok szociális intézményünk került más működtetőhöz, így többek között a katolikus egyház, egyéb egyházi kezelésekbe. Az önkormányzatok szabadságot kapnak abban, hogy milyen jellegűvé alakítsák saját helyi szociális koncepciójukat. Elsősorban ehhez járultak hozzá ötleteikkel a Szociálpolitikai Tanács tagjai és a meghívottak. Minden egyes szociális rendelet megalkotásától két fontos szempontot kell meghatároznunk. Az egyik az, hogy a rendelet ne legyen, és egyáltalán a támogatások rendszere ne legyen se túlszabályozott, se pedig túl adakozó, és lehetőség szerint mindenki tud utolérjen és támogasson, akinek erre szüksége van. Itt a legfontosabb változás ebben az évben az lesz, hogy adóforintokból kerül a támogatás kifizetésre, és nem elsősorban központi normatív segélyezésről fogunk tudni beszélgetni. A helyi szociális rendelet megalkotásánál több célcsoportot is górcső alá vesznek, az időseket, a gyermekeket, a több gyermeket nevelő családokat és a külterületen élőket, annak érdekében, hogy a vásárhelyen nagy hagyományokkal rendelkező társadalmi szolidaritás érvényesülhessen.